Az Apa Idő Podcastot a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja. Mit adott a gyerekeknek? Mit ad a gyerekeknek ez a fajta két lakiság? Egy csóban mondták, hogy, hogy hú, bárcsak én is megtehetném, meg, meg milyen bátrak vagytok. De ami szerintem egyedüli bátorság volt, azt az nem is magunk nevébe vállaltuk be, a gyerekek nevébe. Tehát az, hogy a, kilenc éves lányom oda ment angol, spanyol nyelvtudás nélkül egy létező osztályközösségbe, úgyhogy nem beszélt se angolul, se spanyolul, és ráadásul a hat éves lányom meg ott kezdte az iskolát. Tehát na, az nagyon nehéz volt őket ott a, az ajtón első nap beengedni, de nagyon sokat beszélgettünk emberekkel, akik ezt megcsinálták előttünk és mindenki ugyanazt mondta, hogy ezt a szülők nagyon túl aggódják, és a gyerekek ilyen kiskorban ezt a, ezt a nagyon nehéz feladatot könnyen fogják venni. És a nyelvtudással azt mondták, hogy mindenki ugyanazt a mintát követ, és a mi gyerekeink is ugyanazt a mintát követték, hogy az első pár hétben nem értenek gyakorlatilag semmit. És akkor egyébként unatkoznak is. De az első hónap végére az ilyen állandó visszatérő dolgokat már megértik. Tehát az, hogy álljunk fel, menjünk ki az udvarra, vedd elő az uzsonnást, nyisd ki a könyvet. Ezeket megértik. Harmadik hónap után ha szövegkörnyezetet ismerik, akkor nagyjából már tudják követni azt, hogy, hogy miről van szó. A hatodik hónap után van az, hogy gyakorlatilag mindent értenek, és akkor már fordítanak a szülő értekezleten a szülőnek, hogyha esetleg a szülő nem beszéli az adott nyelvet, és egy év után pedig tökéletesen beszélnek. És a mi gyerekeink is ezt a mintát követték, és nem élték meg stresszként, és ez a, ez a másik, is, ebben, ebben, biztosan van különbség a kinti iskolarendszer közös, ráadásul amerikai iskolába jártak, amit ne egy nagy kovácsi amerikai iskolát képzeljünk tehát egy, egy Gran Canariai alap, amerikai iskolát, ez egy pici, szűk, a tandé sem annyi, az oktatás sem olyan. De a lényeg, hogy egy nagyon rugalmas, borzasztóan befogadó, hozzá vannak el szokva, hogy gyerekek jönnek, mennek, csoportfoglalkozások vannak, sok a külföldi gyerek, és, és valahogy ezt nagyon könnyen vették a gyerekeink, és tényleg egy hónap után értették, nagyjából az alapdolgokat három hónap után pedig be tudtak kapcsolódni a, a beszélgetésbe. És nagyon jó közösségük van, tehát már, már szívesen mennek vissza. És hogy mit kaptak még a, ettől az iskolától, vagy ettől a duális iskolarendszertől. A, a, a nagylányom, ő ez a, ez a tipikus elsőszülött, feladattudatos, de kicsit emiatt rá is görcsöl, nehogy kapjon egy négyest, egy nagyon okos, feleségemtől örökölt nagyon sok mindent, és, és ő, ő rajta nagyon sokat lazított a, a kinti iskola Tehát látta, hogy, hogy ninc, lehet hibázni, nem én vagyok a legokosabb az osztályba, persze, hiszen nem beszélem a nyelvet, amúgy valószínűleg ő volt, de hogy nem kell mindig mindenben a legjobbnak lenni, és ez nagyon jó hatással volt rá is. Hát a középső-középső, tehát őnek ilyen problémái nem voltak, de ő is nagyon sok barátot szerzett kint.